Idegenvezetést tart a Bambi vadaspart tulajdonosa, annak a három külföldi cserediáknak, akik önkéntesként érkeztek Sátoraljaújhelybe. A diákok 6 hetet töltöttek a Zempléni városban, és több középiskolában tartottak angol órákat, amelyeken bemutatták országukat, kultúrájukat. Itt tartózkodásuk utolsó napján ismerkedtek őshonos állatainkkal. Ez egy nagyon kedves hely. A táj nagyon gyönyörű, és egy csomó állatot láthattunk, köztük olyanokat, amelyekkel Tajvanon sohasem találkozhattunk, mivel ezek a fajok nem élnek ott. Például a sertések közül ilyen fajta nincs Tajvanon, mivel az időjárás meg a teljes környezet más, nagyon tetszik. A vadaskert tulajdonosa azt mondja, hogy minél több külföldi ismerje meg hazánkat, térségünket. Neki eljön Magyarországra. Az azt jelenti, és önkéntesként, hogy tiszteli ezt az országot, szeretné megismerni a kultúráját, szeretné megismerni az embereket, és óriási nyitottsággal vannak. Én azt hiszem, hogy csak köszönettel tartozhatunk ezeknek a fiataloknak, és hála jó Istennek, hogy a világ más részein is ilyen jó érzésű, egészséges fiatalok vannak. A fiatalok 6 hetes itt tartózkodásuk alatt látogatást tettek Budapestre, ismerkedtek a magyar nyelvvel, kultúrával és ízekkel. Nagyon barátságos és segítőkész emberekkel találkoztunk itt Sátoraljaújhelyben, élveztük az itt eltöltött időt, és mindent nagyon jónak találtunk. A mezőgazdasági szakközépiskola egyik pedagógusának véleménye szerint a magyar diákok számára is hasznos volt a fiatalok itt tartózkodása. Minél több külföldi diák vagy esetleg tanár jön hozzánk tanítani, mivel látják a diákok, hogy mennyire hasznos idegen nyelvet elsajátítani, főleg az angol nyelvet, hogy igazából az egész világon, ha már valaki tud egy alapfokú angolt beszélni, akkor már el tudja magát látni. A vadasparkba tett látogatást követően a Zemplén kalandpark élményelemeit is kipróbálták a külföldi fiatalok. Hazaérkezve pedig beszámolót kell készíteniük a Magyarországon szerzett tapasztalataikról, élményeikről, az itt végzett munkájukról.